kedves vendégeink, kezdetét veszik a 10. apró lábak néptáncában. A hagyományok formái változnak, de lényege ugyanaz marad, amíg él a nép, melynek lelkét kifejezi. Kodály Zoltán szavaival nagy szeretettel köszöntöm minden kedves megjelent vendégünket a 10. apró lábak néptáncgálán a mai napon. Gulyás Ferencné vagyok, a Madarász Imre Egyesített Óvoda intézmény vezetője. Külön tisztelettel köszöntöm a szülőket, nagyszülőket, benneteket gyerekek, hogy eljöttetek ilyen sokan erre a mai gálaműsorunkra. Nagy öröm és megtiszteltetés számukra, hogy ilyen sokan elfogadták a meghívásunkat. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Kovács Szilvia alpolgármester asszonyt. Tisztelettel köszöntöm Pánti Ildikó önkormányzati képviselőasszonyt, az Idegenforgalmi Kulturális Társadalmi Bizottság elnökét. Szeretettel köszöntöm Szarka Lászlóné nyugalmazott intézmény vezetőt. Külön tisztelettel köszöntöm Benéné Kecskeméti Anikót, művészeti instruktort, a Csokonai úti óvoda pedagógusát, aki 10 évvel ezelőtt életre hívta, s azóta is lelkes szervezője, megvalósítója az apró lábak gálának. Köszöntöm ma azokat a gyermekeket, akik az apró gála gyermektánc csoportunk táncosai voltak valamikor óvodáskorukban, és a mai napon szüleikkel együtt megtiszteltek bennünket. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Nagykunsági Népművészek Egyesületének tagjait, akik rendszeres résztvevői a hagyományőrző programoknak. A mai alkalommal is bemutatják alkotásaikat, és lehetőséget adnak hagyományaink megismerésére, amelyet, amikor bejöttek a földszinti kiállításokon, tekinthetnek meg. Köszöntöm Pincésné Sós Györgyi, aki kunsági hímzéseket mutat be, Tyukodi László faszobrászt és kedves feleségét Marikát, gyermekszerkészítőt. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Kerekcipó Kft. Képviselőit, akik vezetőit, akik 10 év óta támogatói önzetlenül az apró lábak gálának, Lacik Dénest és kedves feleségét, Lacik Dénesnéhez. Köszöntöm a társintézmények vezetőit, pedagógusait, hogy itt vannak velünk ma ezen a délutánon. Köszönöm a média munkatársainak, a Karcag Televízió képviselőinek, a Karcagi Hírmondó újságírónőjének, hogy itt van ma velünk, és lehetővé teszik, hogy a város lakossága megnézhesse a mai néptáncos délutánt. Tisztelettel felkérem Kovács Szilvia alpolgármesterasszonyt a rendezvény megnyitására. Tisztelt képviselőasszony, tisztelt óvodavezetőasszony, tisztelt nyugalmazott óvodavezetőasszony, tisztelt hölgyeim és uraim, és elsősorban kedves gyerekek! Karcagváros önkormányzata nevében nagy tisztelettel és még nagyobb szeretettel köszöntöm Önöket a 10. apró lábak néptáncgálán. Először is engedjék meg, hogy átadjam Dobos László polgármester úr szívélyes üdvözletét, aki itt nem tud ezen a rendezvényen részt lenni, de lényegben velünk van, és drukkol a gyerekek sikeres szerepléséhez. Nagy naphoz érkeztünk el, ismét eltelt egy év, ismét itt vagyunk, a gyerekek ismét táncolnak nekünk. 10. alkalommal. Nagyon szép nap ez a mai nap, és azt mutatja, hogy az óvoda töretlen lendülettel és nagy szeretettel, odaadással ápolja az apró lábak néptáncgála hagyományát. Bevallom őszintén, 10. alkalom révén úgy illett volna, hogy írjak egy szép ünnepi beszédet, és azt itt most felolvassam Önöknek.
De én úgy gondoltam, hogy inkább azt fogom elmondani, amit most a szívemben, lelkemben érzek. Nehéz megszólalni meghatottság nélkül, amikor látom, hogy ennyien itt vannak, szülők, nagyszülők, gyerekek, és ennyien táncolnak, és ennyien szeretik, szívükön viselik a néphagyományt. Ez nagyon fontos, hiszen olyan igazi kincsünk ez, ami a mindennapjainkat színessé teszik, a nehézségekben segítenek bennünket, és bizony össze is tartanak minket. Hiszen mikor máskor, ha ilyenkor nem, jönnek össze ismerősök, jó barátok, szomszédok, szülők, gyerekek, nagyszülők, unokák, hogy ezt a szép délutánt együtt tölthessék. Bevallom őszintén, nagyon büszke vagyok arra, hogy Karcag városában ilyen óvodák léteznek, működnek. Olyan óvodák, akik a fáradtságot nem ismerve szívükön viselik a néptáncot, és az apró lábakkal lelkiismeretesen, gondosan, építőleg foglalkoznak. Nem könnyű a kicsi gyereket táncba vinni, bár bennük van a mozgás, de irányítani, tudatosan felépíteni egy-egy produkciót bizony kemény feladat. És ők ezt napról napra, hétről hétre, hónapról hónapra, és lám, 10. éve szorgalmasan teszik. És milyen jó, hogy a 10 évvel ezelőtt fellépett kisdiákok itt vannak közöttünk, és szerintem büszkén nézik majd ők is a legapróbbak táncát. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon szép hagyomány Karcagon, és minden elismerésem azoknak, akik ebben segítenek. Az óvodapedagógusoknak, a dajkanéniknek, hiszen ők is kellenek hozzá, a háttérországnak, a szülőknek, gyerekeknek, hiszen nekik is szerepük van abban, hogy a gyerekek el tudnak járni a néptánc foglalkozásokra, és most itt lehetnek. És természetesen nektek, gyerekek, akik nagyon ügyesen, szépen fogtok nekünk táncolni. Nem szeretném húzni az időt, hiszen látom, hogy mindenki izgatottan, izzeg mozog már, hiszen a ritmus benne van a lábában. Én szeretnék a mai délutánhoz mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánni, még egyszer gratulálni és megköszönni azt, hogy ismét megszervezték ezt a szép gálát, és itt lehetünk Önök között. És én úgy gondolom, hogy a tánc az mindegyikünk életét színessé teszi. Igen, a tánc nem csak testünket edzi, a lelkünket gazdagítja, hanem az élet maga. Különösen igaz ez a néptáncra, hiszen az a hagyományok ápolásával, megőrzésével és átadásával együtt jár. Ezen gondolatok jegyében a 10. apró lábak néptáncgálát megnyitom. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Megköszönöm alpolgármester asszony szívünket melengető szavait és a rendezvény megnyitását. Kedves vendégeink, engedjék meg nekem, hogy dr. Fazekas Sándor, földművelésügyi miniszter üdvözletét a 10. apró gála néptánc résztvevőinek átadjam. Tisztelt intézményvezető asszony, tisztelt jelenlévők, kedves gyerekek! Őszintén sajnálom, hogy most nem lehetek jelen személyesen, de annál nagyobb szeretettel üdvözlöm az idén 10. alkalommal megrendezésre kerülő jubileumi apró lábak néptáncgála résztvevőit. Ez a rendezvény, amely évről évre egyre nagyobb sikert arat a résztvevő körében, hagyományt teremtett városunk és a Madarász Imre Egyesített Óvoda életében. A hagyománytisztelet, a harmónia keresés ma fontosabb, mint bármikor, mert egy nemzetnek a megmaradásáról van szó. Az értékek, a szokások megőrzése, nemzeti kultúránkkal való törődés az egész életünket be kell, hogy töltse, és ezt már az óvodában el kell kezdeni. A zene, a mozgás, az énekes játék a gyermeki lét egyik legfőbb öröme. Aki az óvodában és az alsótagozatban megízleli a közös dal és játék boldogságát, megőrzi ezt a kedvet a későbbiekben is, és nem zárkózik el attól, ami népi és nemzeti, e szavak legnemesebb értelmében.
Kívánom, hogy mindnyájuknak felejthetetlen élményeket jelentsen ez a mai délután. A fellépőknek sok sikert, a nézőknek jó szórakozást. Üdvözlettel dr. Fazekas Sándor. Kedves vendégeink, a mai gála célja, hogy megismerkedjünk és újra együtt lehessünk a városunkban és a környező településeinken működő gyermektánc tehetségműhelyekkel és szakkörökkel. Elősegítsük és esélyt adjunk a gyermekeknek a bennük rejlő tehetség kibontakoztatására. Célunk, hogy a gyermekek megismerkedjenek a magyar néptánc és népi kultúra kincseivel. Ezen a mai napon szeretnénk erősíteni az óvodák és az iskolák közötti együttműködést, szeretnénk az bolt óvodásainkat figyelemmel kísérni, és kapcsolatunkat tovább ápolni, erősíteni. A mai rendezvény nyitószáma Kovács Bence, a Pacsirta Citera Kör tagja fog citerezni. Bence gyermekkora óta kedveli a citerazenét, dr. Fazekas Mihálytól sajátította el a magas színvonalú hangszeres játékot. Fogadják őt nagy szeretettel! Thank you.
Kedves Bence, nem tudom, hogy merre vagy. Szeretnék megköszönni neked a népi zenei játékot, amit ide varázsoltál a rendezvény kezdetén a terembe, ezt a hangulatot. Szeretném felkérni alpolgármester asszonyt, a kis ajándékunk a Kántor kerámia műhely ajándékának átadására. És Vámosi István néptáncosok műsorát láthatják, akik a Debreceni Néptánc Együttes tagjai. Fergeteges táncokkal már tavaly is elvarázsoltak bennünket, akik itt voltak, láthatták. Fogadják őket nagy szeretettel. És ilyen kislányként, mint ti vagytok most itt a székekbe, kezdte itt a karcagi színpadon a néptáncot. Köszönjük szépen nektek, és fogadjátok szeretettel alpolgármester asszonytól a mai nap emléklapját, a Kántor műhely ajándéktárgyát, és Pincésné Sós Gyöngyi kunhímzését. Köszönjük szépen!
fellépünk, a Csángató Népzenei Együttes és Molicné Nagy Andrea énekesnő, a Kuthenúti Óvoda óvodapedagógusa lesz. A Csángató zenekar több éve muzsikál együtt. A zenekar többnyire moldvai népzenét játszik és táncházakat szervez, de óvodákban is rendszeresen tartanak bemutatót népi hangszerekből. A Csángató zenekari név a csángatni igéből ered, mely a harang kondítását, lármafa megverését, hírt adó hang, zajkeltését jelenti. De a magyar nyelv szerkezetét tekintve szépen rémelt csengő szavunkra is. Gyimesben, Moldvában több olyan pontot helyet tartanak számon, ahol az úgynevezett dobálós visszhang működik, és akár 50 kilométerre el lehet csángatni. A zenekar tagjai Bánsági Kálmán, Kobosz, Brácsa, Majoros Zsolt, Furuja, Kaval, Ferenc, Furuja, Citera, és Csúrfák Sándor dobon fog játszani. Mulicné Nagy Andrea énekesnő, ahogy az előbb mondtam, a Kuthenúti óvodánk óvodapedagógusa. Általános és középiskolában már számos énekversenyen indult, ahol többször jó eredménnyel szerepelt. 1997-ben szerzett énekesnő, előadó művésznő vizsgát, és azóta énekel. Saját óvodáján kívül több óvodában és iskolában és számos intézményben is fellépett már, s vállal fellépéseket Karcagvároson kívül is. Testvérével, Karcagi Nagy Zoltán előadóművésszel országszerte és külföldön is szerepelnek. Több tévéfelvétel készült műsoraikról. Karcag testvérvárosaiban is rendszeresen fellép s képviseli városunkat. Óvodájában énekzene tehetségműhelyet vezet Andika, ahol szívesen énekel a gyermekeknek népdalokat is. Rendezvényünket mezőségi népdallal színesítik. A műsorát a Csángató Népzenei Együttes kíséri. Fogadják őket majd a szeretettel. Mély gyökereit ápoló csángó művészek adtak példát számunkra, hogyan kell az őseink által elkezdett utat ápolni.
azt érezzük nemes kötelességünknek, hogy a mai magyar nemzedéknek átadjuk ezt a tiszta forrásból táplálkozó értékes táncművészetet, aminélkül szegényebb lenne a mai ifjú nemzedék. A műsoruk anyaga moldvai játékok és táncok. Az apró lábak tehetséggondozó műhely csoportja most ízlelgeti a népi kultúra értékeit. Már a kis lábak ki tudják fejezni azt az egyszerűséget, tisztaságot, gondolatgazdagságot, amit ezek a dalos játékok közösségformáló erejükkel magukban hordoznak. Felkészülésükben közreműködött a Csángató zenekar, illetve Csurka Sándor népi zenész, aki több alkalommal színesítette a tehetségműhely foglalkozásainkat. Mai műsoruk címe Bogja tetején áll egy gólya. A gyermektánccsoport művészeti vezetője Benéné Kecskeméti Anna, művészeti instruktor, a Csokonai úti óvoda, tehetségműhely vezető óvodapedagógusa. A munkáját segíti Pintér Dóra, óvodapedagógus a Csokonai úti óvodában. Kísér a Csángató népi zenei együttes. A vendégeket jó kívánságokkal köszönti Szabó Árpád, Katica csoportos óvodás. Műsorukat fogadják nagy-nagy szeretettel. Kívánok hát a kályhában meleget, körétek sok gyereket, megérdemelt kenyeret, pénzzel rakott szekeret. Eljövendő években megértést az útra, búcs a bánat, ugorjon a legmélyebb kútba. Egészséget, nyugalmat, örömre sok alkalmat. Házatoknak a béke legyen mindig vendége.
Anikó Honéni, gratulálunk kedves gyerekek a táncotokhoz, a műsorotokhoz. Fogadjátok szeretettel a 10. apró lábak gála emblémáját, ami emlékeztetni fog benneteket erre a mai napra, a Kántor Sándor műhely ajándékát, Pincésné Sós Gyöngyi emléktárgyát, és a Kerekcipó Kft. Ferdinánd tortáját. Megkérem a polgármester asszonyt az ajándékok átadására. Egyesített óvoda, Pántlika Táncház tehetséggondozó műhelycsoportja következik. A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény napfénytag óvodájában a Pántlika Táncház tehetséggondozó műhely több éve működik. Gyermekeinket a 3 éves óvodai megfigyelés alapján a tehetség összetevőjét figyelembe véve válogatják be a műhelybe, ahol megismerkednek népünk kulturális gyökereivel, néphagyományainkkal, a népi játékokkal. Céljuk, hogy gyermekeiknek olyan örömteli élményt nyújtsanak, amely által igazán befogadóvá válnak. A tehetségműhely heti 1 alkalommal valósul meg. Országosan több rendezvényen, konferencián mutatkoztak már be. A mai előadásokban egy tavaszi népszokást, a májusfa állítást szeretnék bemutatni. A májusfa egyrészt a természet újjászületésének, a tavasz ébredésének a szimbóluma, másrészt régen a legények csoportba verültek, és a lányoknak májusfát állítottak, amit aztán a kapufélfához kötöztek, és színes szalagokkal díszítettek. Amikor pedig a májusfát kidöntötték, nagy mulatságot tartottak, és kitáncolták, körültáncolták. Egy rövidke ízelítőt szeretnének adni ebből a népszokásból, melyet bemutatnak a Pántlika Táncházzal. A most fellépő gyermekek szeptember óta tagjai a táncháznak. A tehetségműhely vezetője Hajdúné Pap Mária, segítője Dajkáné Jámbor Jolán, tehetségműhely vezető óvoda pedagógusa. Már rossi erdő,
Püspökladányi Csenki Imre Művészeti Iskola és a Karcagi Művészeti Iskola népi hegedű tanszakának tanára és tanítványai Sas Csenge és Csordás Adrián. Kedves kolléganők, fogadják a szeretettel a polgármester asszonytól ajándékainkat, a jubileumi gála emlék ajándékát, a Kerekcipó Kft. Ferdinánd tortáját, a Kántor Sándor fazekas műhely kerámia tárnyérját és Pincésné Sós Gyöngyi emléktárgyát. Gratulálok, további sikereket kívánok! Kedves vendégeink, a Csokonai úti óvodások következnek ismét. A Búza Virág tehetséggondozó műhely csoportját fogjuk látni a színpadon. 2010-ben alakult meg a Csokonai úti óvodában a Búza Virág gyermektánc csoport a gyermekek és a szülők nagy örömére. A csoportban minden évben sok lelkes, csengőhangú, szép mozgású, jó hallású kisgyermek jár. A csoport tagjai nagyon szívesen vesznek részt a foglalkozásokon, ahol az óvodás korosztály életkori sajátosságait, befogadó képességét figyelembe véve elsősorban a magyar nép hagyományaival, a jeles napokhoz fűződő szokásokkal, az értékes népzenével, a népi gyermekjáték és mondókakincsekkel, valamint a gyermektánc alapvető lépéseivel, térformáival ismerkedhetnek meg a gyermekek. A foglalkozások célja elsősorban a néptánc, mint nemzeti kultúránk egyik leggazdagabb területének megismertetése, megszerettetése. Fogadják nagy szeretettel a Búza Virág gyermektánc csoport műsorát, a csoportot vezeti Kunné Nánási Monika, szakvizsgázott gyermektánc oktató, tehetségműhelyvezető óvodapedagógus. Műsoruk címe: Gyertek lányok játszani!
Rózsavirág csoportoknak a gyönyörű táncot a színpadon. Kérem szépen, alpolgármester asszonyt adja át a csoport részére az 10. apró lába gála emblémáját, a Kántor Sándor műhely kerámiáját, a Kerekcipő Kft. Ferdinánd tortáját és Pincésné Sós Gyöngyi hímzett emléktárgyát.